Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában hazai forrásból nettó 1,1 milliárd forint értékben valósul meg az Erzsébet királyné híd felújítása. A munkálatok ez év augusztus elején kezdődtek el, azóta félpályán engedték a közúti forgalmat is. Azonban az elmúlt hónapban egy időre megálltak a munkálatok, ezért a helyi önkormányzat annak mielőbbi folytatását sürgette. Ennek lett eredménye, hogy az elmúlt héten újra megkezdődött az érintett szakasz helyreállítása, mondta Posta György polgármester. Egy nagyon fontos dolgot értünk el most, amikor múlt héten képviselőasszonnyal voltunk fent az ITM-ben, ahol a beruházó a NIF ígéretet tett arra, hogy a mostani szakasz, ami ugye fel van bontva, az december 20-áig teljes mértékben helyre lesz állítva, és december 20-tól nem lesz forgalomkorlátozás, valószínűleg január 15-ig, mert január 15-ével meg elkezdik majd a hídnak egy másik részének a bontását. Ez egy nagyon fontos eredmény, hogy ezt elértük, hogy december 20-ig ezt megvalósítsák, és azt az ígéretet kaptuk, hogy tehát 2021. december 31-ig az Erzsébet királyné híd teljes felújítása meg fog történni, beleértve ebbe a körforgalmat is. A híd felújítás részeként az északi oldalon kerékpárút és a déli oldalon gyalogos járda szélesítése valósul meg konzolos rendszer segítségével. A híd acélszerkezetének festése, a híd fő kőburkolatának felújítása is megtörténik majd. Én bízom benne, hogy esetleg ez hamarabb is meg fog történni, mert egyre nehezebb a közlekedés, különösen hétvégeken, egy hosszú hétvégén kilométeres sorok jönnek létre az átkelés miatt. Egyébként is ugye itt Iszakelet Magyarország egy legnagyobb átkelője, és amúgy is nagy a terhelés, hogyha nincs félpályás útlezárás. Most, hogy félpályás útlezárás van, nagyon komoly forgalmi akadályok vagy forgalmi problémák alakultak ki, és még egyszer hangsúlyozom, mind a három irányba kilométeres sorok álltak, ami azt gondolom, hogy nagyon sok embernek kellemetlenséget okozott, úgyhogy most már csak egy év türelem kell, és talán ez lassan akkor megszűnik, és egy nagyon szép híd, jó felújítva, biztonságos közlekedést fog eredményezni a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak, és én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy fontos dolog lesz, hogy sokkal, de sokkal biztonságosabban lehet majd közlekedni az Erzsébet királyné hídján, illetve a körforgó is meg fog újulni, és ott is sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés. Mivel az időjárási körülmények is jelentősen befolyásolják már a látási viszonyokat, ezen a szakaszon még nagyobb türelmet és odafigyelést kér a város önkormányzata a közlekedőktől.